A Nyíregyházi Egyetem vezetése egyik kiemelt céljának tartja az intézmény nemzetközi esítését, a külföldi hallgatói létszám növelését. Ehhez a törekvéshez nyújt nagy segítséget a Tempusz közalapítvány pályázata, amely magyar felsőoktatási intézmények számára kínál lehetőséget nyári egyetem szervezésére. A Nyíregyházi Egyetem ettől a tanévtől kezdődően hirdette meg a magyar, mint idegen nyelv kurzust. A 36 külföldi számára meghirdetett kéthetes programsorozat is elsősorban a nyelv és a környezet megismertetéséről szól majd. 2021. júliusában három különböző szinten egyenként kéthetes nyelvtanfolyamot hirdethetünk meg közel 40 fő külföldi állampolgárnak. Na most ennek az egyik célja az, hogy a számunkra ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen most először indul a nyári egyetem, illetve nem titkos célunk az is, hogy egyre több önköltséges külföldi hallgatót invitáljunk a Nyíregyházi Egyetemre. A vezetők abban bíznak, a programok által a résztvevők tovább népszerűsítik a Nyíregyházi Egyetemet ismerőseik körében. A rektor kiemelte, a nyári programsorozat az intézmény nemzetközi elismertségére és a külföldi partner intézményekkel való együttműködések erősítésére egyaránt jó hatással lehet. Ez a nyári egyetem szervezése lehetőséget ad még a külügyi kapcsolatok építésében, és arra is lehetőséget ad, hogy a Stipendium Hungaricum program keretén belül indított magyar nyelvű képzés tapasztalatait tovább tudjuk adni. Mivel a Nyíregyházi Egyetem szeretné a tudásközpont jellegét erősíteni, illetve a megyei városi turisztikai tevékenységbe bekapcsolódni, úgy gondoljuk, hogy ez jól illeszkedik Nyíregyháza város önkormányzatának azon céljaihoz is, hogy turisztikai attrakciók népszerűsítésével növeljük az ide látogató turisták számát. A nyári egyetem résztvevői kéthetes itt tartózkodásuk alatt teljes ellátásban részesülnek, a szervezők pedig az ismeretek átadása mellett számos közösségépítő tevékenységgel szeretnék színesíteni a külföldiek mindennapjait. A programsorozat pontos menetrendjére a járványhelyzetből fakadó bizonytalanság miatt még várni kell. A tudnivalókat az intézmény a weboldalán fogja ismertetni az érintettekkel.